Most pedig Pécs, Európa kulturális fővárosa, amelynek rendezvényén legutóbb játszott Kolonnai Zoltán, görög-magyar származású zongoraművész. Most részlet következik a Görög koncert című művéből. Az est felvételeiből láttunk tehát néhány kockát, de itt van vendégem Kolonnai Zoltán, zongoraművész, zeneszerző. Jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy Pécs nem csak a kulturális főváros rang révén, hanem egyébként is földrajzi helye alapján is méltó helyszíne volt ennek az estnek, hiszen azt mondják, hogy a mediterrán hangulatú város. Igen, én is ezt gondolom, sőt egy mediterrán hangulatú színpad is volt, ami úgy gondolom Európa színpada, és egészében nekünk magyaroknak és az itt élő művészeknek, akik ezen a színpadon fellépünk, vinnünk kell ezt a stafétabotot, hiszen egész Magyarországot képviseljük együtt Európában. Más európai város, Európa kulturális fővárosa már nagyon sokat élt ezzel a lehetőséggel, sokat kamatoztatott benne, és úgy gondolom nekünk is meg kell tennünk ezt. Nekünk itt a Kárpát-medencében a mediterrán az valami ősiséget jelent, valami kulturális bölcsőt, ahonnan mindig érkeznek impulzusok. A zenében ugyanezt jelenti? Nekem indítatásomnál fogva igen, különösen érvényes ez, amúgy is a mediterrán tájak iránt vonzódom, de ha belegondolunk, hogy a magyarok, az utazó nép szintén eljut mediterrán tájakra elég gyakran, tehát valami vonzódás lehet. Én azt gondolom, hogy Magyarország és Görögország közt nagyon erős a kapcsolat, akár történelmi barátságukra gondolok, akár a zenei identitásban mind a két nép, mondhatnám, sírva, mulat, akkor is zene szól, amikor búslakodnak, akkor is, hogyha valamilyen öröm éri őket. Úgy gondolom, hogy az szívből fakad, és ezt nekem nagy szerencsém, hogy mind a két oldalról ezt tudom, meg tudom mutatni. Jól mondtam, hogy ön görög-magyar származású? Igen. Édesanyám görög, édesapám magyar. Így félig meddig ide tartozom, félig meddig oda. Bár Magyarországon nevelkedtem. És mégis kalandozik a zene területén, hiszen kitűnő zongoraművész, de egy kicsit, hogy mondjam, nem is a tiszta mediterrán harmóniák irányában, nem is a tiszta komoly zene, nem is pop, de mégis valami keverék az, amely felé ön elmozdult. Miért? Igen, úgy gondolom, hogy az a nagyszerű dolog, ami a régi zeneszerzőknek adatott, hogy a saját nyelvüket beszéljék, saját gondolataikat mondhatják, ehhez ma már bátorságot kell vennünk, és úgy gondolom, hogy nekem van erre egy hivatásom, egy olyan utat jelöltek ki számomra, amit nekem kell járnom. Én ezen a területen tudok újat mondani, új lehetőségeket megmutatni, új színeket. A zenével ki tudom fejezni a gondolataimat, és miért tenném azt, amire születtem. Úgy gondolom, hogy ezt kell nekem megmutatnom. Nagyon impozáns ugyanakkor az életrajza. Végigolvastam, és hát nemzetközileg elismert művész itthon. Mennyire találja meg a helyét? Én úgy érzem, megtalálom, bár nem vagyok földrajzi helyhez kötve, egy vidéki városban lakom, de úgy gondolom, hogy utazni bárhová el lehet, és azt gondolom, hogy el is kell. Én nagyon sok helyen játszok, ahol soha életükben az emberek nem voltak koncerten, és fantasztikus, hogy az emberek rácsodálkoznak, hogy milyen nagyszerű dolog a muzsika. Én azt gondolom, hogy lehet kis helyeken, nagy helyeken játszani, nekünk az a feladatunk, hogy menjünk ki, és ahol tudunk, ott bemutassuk ezeket a gondolatokat. A jövőre nézve milyen terveket szöveget? Ez a görög koncert, ez most a legfiatalabb gyermekem vagy kompozícióm gyűjteménye, legkedvesebb számomra, ezt most természetesen szeretném Magyarországon, és később nemzetközi vonalon is befuttatni. Erre próbálunk mindent megtenni, és visszük a koncerteket nekünk, a saját élvezetünkre, és a remélem a közönség élvezetére. Magyarországon bőven találni olyan zenésztársakat, akik ebbe az irányba fogékonyak? Kell egy kicsit vele foglalkozni. A görög ritmusok és a mediterrán dalamok az egy kicsit idegenek még magyar zenészekhez, de úgy gondolom, hogy nem jelent ez problémát. Mindenki hamar megérzi ennek az ízét, és átszellemül. Ha engedi magából, ezek kisugároznak ezek a gondolatok, amik ezeket. Szóval ez az életöröm, az életnek az igenlése, ez egy fantasztikus érzés, ezt nem lehet megállítani, ezt engedni kell. Mennyire lehet itt nálunk érvényesülni ezzel a zenével? Tehát ön a Kárpát-medencében gondolkodik, vagy azért Európában? Hát, ha
álmaimról beszélek, természetesen még lesz. Azt gondolom, teljesen lehet. Nagyon sok jó produkció van, és nem, sok minden nem múlik. Természetesen mi fog a végül ezen az útvonal hosszabb távra eljutni. Meg kell tennünk, amit számunkra kijelölt az élet, és vinnünk kell ezt a folyamatot tovább. Hát akkor tegyük, mi egy kis ízelítővel segítünk ehhez. Mi az, amit hallunk? Zenésztársakat is hozott magával? Igen, Ölvedi Gábor, nagyszerű darbuka játékos barátomat hívtam segítségül. Kolonai Krisztinát fog szintetizátoron segíteni. És természetesen a zenekar többi része playback alapról fog szólni, a többit pedig élőbe próbálom hozzátenni. Köszönjük. Egy ízelítő a görög koncertünkből. Köszönjük, nagyon várjuk, akkor fáradjon át. De most még engedjük át magunkat a melódiának.